Ugyan még nem a megyei kupadöntőre készítik elő a gyepet a szakemberek, azonban az már biztos, hogy az idei Fejérvár megyei kupadöntőnek immár Zsinórban második alkalommal a Sóstói stadion ad otthont. Schneider Béla, a Fejérvár megyei labdarúgó szövetség igazgatója, az esemény sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a Sárbogárdi és a Móri csapat játékosainak egyedülálló és feledhetetlen élmény lesz a pályára lépniük az impozáns létesítményben. A MLS-nek a egyik célja, hogy az amatőr és a profi futballt közelebb hozza, azzal, hogy az amatőrök bejöttnek ebbe a nagyszerű első osztályú létesítménybe, ez emeli az esemény rangját, és nagyon nagy megtiszteltetés mindenkinek, hogy egy ilyen helyen futballozhat, és ezáltal nagy presztízse van megyében a kupánknak. A megyei kupadöntőt a Fejérvár megyei felnőtt első osztályban szereplő Sárbogárd és Mór csapatai részvételével rendezik. Érdekesség, hogy előbbi a második, utóbbi a harmadik helyen áll jelenleg a bajnokságban, a sárbogárdiak pedig az idei szezonban mindkét egymás elleni találkozójukon legyőzték a móriakat. Az aktuális forma fog dönteni, és ki mennyire tudja feldolgozni, hogy egy ilyen extra körülmények között játsszuk most a döntőt. Remélem, hogy ezt mi fogjuk jól véghez vinni. Vannak rutinos játékosaink, egy-egy fiatalak kiegészülve. Azt gondolom, hogy ilyen szempontból én úgy érzem, hogy egy kicsit talán előnyben vagyunk, és ha csak ez dönt, akkor talán meg lesz. Németh Bálint vezetőedző az esélyekkel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy bár előzetesen nem számítottak arra, hogy eljutnak a döntőig, azonban a játékosok mindent meg fognak tenni a győzelemért. Egy kupa döntő egy kiki mérkőzés. Tehát itt mind a két jó csapat fog találkozni. Én örülök neki, hogy a Sárbogárddal fogunk játszani. Ők is egy olyan csapat, akik játsszák a futballt, és tényleg élvezetes mérkőzés lesz, biztos vagyok benne. Tényleg mindkettő csapat megnyerheti, és ez az adott napi forma. És ugye amatőr futballról beszélünk, tehát tényleg itt a játékosok munka után fognak érkezni, vagy munkából elkéretőzve fognak ide érkezni időben a mérkőzésre. Ez is befolyásolja azért az eredményt és a teljesítményt. A Fejérvár megyei kupadöntőjét tehát május 22-én szerdán 17 órai kezdettel rendezik a Sóstói stadionban. Az eredményhirdetésre és a kupa átadásra előreláthatólag este 7 órakor kerül sor. A döntőre a tavalyi évhez hasonlóan idén is több ezer szurkoló megjelenésére számítanak a szervezők, a belépés pedig mindenki számára ingyenes lesz.